Édesapám is trombitás. Apám azt szerette volna, hogy kürtöt tanuljak, de nekem a trombita sokkal jobban tetszett. És a Zeneakadémián a tanárom elhívott a saját zenekarába, az volt a régi állami hangversenyzenekar, most Nemzeti Filharmonikus Zenekar, aminek gyakorlatilag 89 óta vagyok tagja. A trombita gyakorlatilag az a hangszer, hogyha megszólal a zenekarba, azt mindenki észreveszi. Azt is, ha hibázik, meg azt is, hogyha jól játszik rajta. Ez a hangszer, ez direkt erre a darabra készült. Jelen esetben Giuseppe Verdi Aida című operájáról beszélünk. Arra fejlesztették ki, hogy ilyen nagyon érces és felhívó legyen. Egy egyenes fanfár-szerű trombitáról beszélünk, egyetlen egy billentyűje van, és ebből a színpadon látható lesz 6 darab. 3 az egyik, 3 a másik oldalon, különböző hangolásban. Ez gyakorlatilag egy zenei sztereó élményt fog okozni. Egyrészt ajánlom azoknak, akik szeretik az operát, szeretik a Verdi operákat. Annak is ajánlom, aki még nem hallott ilyet. Szerintem nagyon érdekes lesz. Riccardo Frizza vezényli.